Elmer Hankish Theory of Civilization Hankish Elemér társadalmi elmélete. Általában a modern tudományok, társadalmi tudományokban nagyon sok kutatás, empirikai bizonyítékot gyűjtése, reprezentációk, összehasonlítások, amit használunk, és ez a módszer tulajdonképpen kompartmentalizálja egy olyan, tehát vagy biológiai, vagy mechanikai módon kategorizál, illetve mennyiség indexek mentén, és a fő gondolkodásmód, általános elképzelések vagy próbálkozások az emberi lét leírására szólnak. Nagyon érdekel engem például a társadalomtudományokon belül a racionalitás és az objektivitás kérdése, és hogy milyen módon tudjuk a hierarchiákat leírni, és például itt Francis Fukuyamára is gondolunk a filozófia, illetve a társadalomtudományi kutatásaim során rájöttem, hogy a racionalitás, amit egy nagyon intellektuális szókészlettel írunk le, az egy nagyon ideológizált feltételezés lenne. Hankish Elemér társadalom elmélete szerint általában a szimbólumok szerepe, védő szerepe nagyon fontos, tehát ezek olyan hit rendszerek és értékek, amik mellé még járulnak azok a racionalitások, amelyek tulajdonképpen felépítik akár szimbolikus és technikai módon is a világunkat, és azt hiszem, hogy ennek segítségével a legjobban leírhatók a társadalmi krízisek például. Management theories have been revised to deal with transition and uncertainty. Francis Fukuyama has reacted to the dispute by Fukuyama reagált arra a vitára, amit az The Great Destruction nevű könyv keltett, és az idő rövidsége miatt tulajdonképpen csak röviden tudok erre reagálni, de Fukuyama a megközelítésében, illetve a felemelkedő civil társadalomra való reakciója olyan volt, hogy a hierarchikus struktúrákat tulajdonképpen úgy érzi, hogy a szabadsággal lehet lecserélni, és a normatív értékek, a racionális értékek létező hierarchiák mellettén szerveződnek, viszont azt is megvizsgált, hogy mi volt a hiba ezekben a ezekben a hierarchiákban. És tulajdonképpen a definícióik terén Fukuyama az úgynevezett semleges és historikus területekre fókuszál, és Max Weber is utal, és például dél Olaszország, illetve Dél-Amerika példákat is hozott, és tulajdonképpen hogyan lehet egy krízisből magasabb hatékonyságot keríteni. Vannak olyan egyéb írók, akik a kapitalista társadalom fejlődésének komplexebb leírásával bocsátkoztak, és tulajdonképpen minden ember lelkében van egy szocialista és egy kapitalista, egy individualista és egy demokrata, egy protestáns és egy katolikus. Tehát ez a kettősség, ez mindenképpen a formatív és a normatív értelemben is létezik, és szerinte a hierarchia nagyon érdekes ebben a tekintetben.
és itt most idéznék is, tehát hol van tulajdonképpen a hierarchia nem fog eltűnni a modern szervezetből, mert a természet eleve hierarchia mentén szerveződik, sőt, hogyha még pontosan nap akarunk foglalkozni, Zeus például már azt felismerte, hogy a testalmi rétegződés hogyan használható ki, és emellett ki lehet építeni például a materiális gazdagságot is, és az EOSZ például sokkal jobban élvezte volna ennek a hierarchiának az aljában levő létezés, de hát nem volt választási lehetősége. De általában a modern társadalmakban egyik vagy másik végét meg lehet tapasztalnunk ennek a hierarchiának, de tulajdonképpen melyik a jobb, alul vagy felül lenni ebben a hierarchiában. Fukuyama tulajdonképpen itt biológiai és vegyi utalásokat értett, a szeretonin szintje az agyban is nyilván kihat. Például a kísérletekben megmutattak ezt a csimpánz hímek esetében, hím csimpánzok esetében kihat az érzékelésükre és az észlelésükre is, és így tulajdonképpen manipulatív módon a szerotonin szintek megváltozásával lehet ezt változtatni, és akár egy a boldogságnak egy anyagi létét is így létre tudjuk hozni. Az antidepresszánsokat gyártó gyógyszercégek tulajdonképpen ezt csinálják, és az USA egyik táplálékkutató intézetévelnek kutatása értelmében azt találták, hogy 400%-os növekedés van tulajdonképpen minden korosztályban az antidepresszások használatában, tehát a boldogtalanság az azért sokkal bonyolultabb és komplexebb, mint csak a szeretanon szint. És hogyha most visszamegyünk a hierarchia szintekre, az emberi aggodalmak, félelmek, és itt tulajdonképpen vagy szorongás és hang is elemér is gyakran tárgyalt ezt a területet, tehát tulajdonképpen ez a homo hierarchicus, aki gyakran említünk, ez olyan szimbolikus buboréknak lehet titulálni. Lehet, hogy ez triviálisnak hangzik, de hangki számára a trivialitás az nem mindig triviális. Köszönöm szépen!